Hello, friends! A kényszkrasszokra is vissza fogunk térni, záros időn belül, mert ők is nagyon fontosak, de azért, hogy őket elég jól tudjuk használni, meg kell ismerjük a másik algebrai konstrukciót, ugye volt a szorzattípus. Erre voltak jók a kényszkrasszok, és van, amit úgy hívnak, hogy összegtípus. Na most az összegtípus, hát hozok létre neki egy új szkála. Akár egy futtathatót összeg típus címen. Ez elég misztikusan hangzik, de nem kell semmi bonyolultra gondolni. Mutatom, hogy miből indulok ki. Abból indulok ki, hogy van nekem egy pontosztályom. Oké, ez eddig könnyű. Van egy kézklassz, amivel van egy pont. Azt hiszem, hogy pont még nem volt. Az x az legyen mondjuk table, meg az y-t legyen mondjuk table. Ez egy pont a síkon. És lehet azt csinálni, hogy jó, hát akkor ilyen sík geometriai dolgokkal fogok foglalkozni, lesznek benne pontok, meg lesznek benne mondjuk háromszögek, miért is ne. Annak is csinálok egy osztályt. Lássuk, hogy mi ez. Háromszög. Nos, mi van a háromszögnek? Három csúcsa. Ezt meg lehet úgy adni természetesen, hogy a P is egy pont, a Q is egy pont, és az R is egy pont. Egyelőre akkor ott tartunk, hogyha én egy háromszöget szeretnék megtalálni, akkor három pontjával meg tudom adni. Tehát például megtehetem azt, hogy azt mondom, hogy pont, mit tudom én, O mint origó. O mint origó az egy pont lesz, mondjuk. Aztán van egy főfelé mutató egységvektorunk, ez lehet az E1. Ja, ez 2D, akkor 0, 0, 0, 0. A főfelé mutató egységvektorunk az 1, 0, és mondjuk van a másik egységvektorunk, az meg a másik irányba megy, tehát pont 0, 1. És akkor lehet azt csinálni, hogy van nekem egy H3-szögem, ami egy egészen új háromszög, ezt most hozom létre, készítsünk egy háromszöget, aminek a három csúcsa éppen az U, az E1, meg az E2 például, és ezt akár ki is írhatom. Ez easy. Szerencsére van a háromszögnek is, mert hogy az is egy case cross, egy nicely megírt printje. Ó, oh, a pont az már volt abban a másik akármiben, jó, akkor mivel itt már eleve volt használva a pont, hát legyen mondjuk akkor az, hogy itt az összegtípusban legyen egy pont 2D. És ekkor viszont itt is egy pont 2D, tehát akkor az itteniéket mindegyiket pont 2D-re fogjuk mondni. Jó, lesz így, pont 2D. Oké. So, most már futni fog az összegtípus. Itt arra fölhívom a figyelmet, amire a fordító is, és eddig talán még nem volt szó róla. Egy csomagon belül ugyanolyan nevű osztályt ne csináljunk se case class, se objectet, sem. Oké. Tehát itt most ugye az történt, hogy pont út között a másik szintén case class ponttal, olyat lehet, és fogunk, és kvázi muszáj is csinálni, hogy egy objectnek és egy case classnak ugyanaz én a neve, de azoknak tényleg közük is lesz egymáshoz. Jó, hát itt láthatjuk, hogy itt amikor kiíratok egy háromszöget, akkor az is ugyanilyen rekurzióval zajlik, mint ahogy az egyenlőség tesztelés is. Ugye az első pontja az ez volt, azt kiírja, az origót, a második pontja az ez volt, azt kiírja, azt is rekurzívan, és a harmadik pontja az ez volt, azt kiírja, azt is rekurzívan. Lesz rá mód, hogy ne ez legyen a kiíratási metódus, ha ez nekünk nem tetszik, de egyelőre így maradunk. Jó, mondjuk fejlesztjük tovább az appunkat, és rájövünk arra, hogy az ügyfél nem csak háromszögeket szeretne a képernyőjén látni, hanem köröket is. Cool. A körnek van középpontja meg sugara, tehát például lehet azt csinálni, hogy van egy kézklassz körünk, kétdimenziós hipper gömbünk, ami azt mondja, hogy a P az egy pont 2D lesz, meg egy R-ünk, ami ebben az esetben egy double. Ennek is van egy R nevű mezője, de tök más a típusa, nem számít. Lehet ezt csinálni, és akkor azt mondom, hogy van, lesz nekem egy kám, ami még egy kör lesz. Mondjuk az is lehet akár az origó középpontunk, és egy sugarú körünk, akkor ezt is kiiratjuk. Jó.
Na most egyelőre ezek a típusok, ezek csak úgy lógnak a levegőben. Ugye van nekünk szorzat típusunk, tehát oké, pont az devolő szorzataként áll elő, a háromszög az három pontnak a szorzataként áll elő, a kör az meg egy pontként, én meg devolőnek a szorzataként áll elő. Na, de könnyen lehet, hogy az áros időn belül fölmerül az igény, hogy hát jó volna egy olyan típust csinálni, ami lehet akár háromszög is, meg lehet akár kör is a beletartozó objektumoknak a típusa. Ez az, amit úgy hívnak, hogy ennek a két típusnak az összegét kellene létrehozni és elnevezni. Ez mondjuk például olyankor, amikor egy ilyen listában akarom tárolni, teszem azt listát, már valószínűleg láttatok, hogy tömbben akarok tárolni elemeket, képernyőelemeket, de a tömbben lehet akár háromszög is, meg akár kör is vegyesen, mert ahogy egy user létrehozza. Na ez például pont az az eset, amikor kéne egy típus, amit oda tudok adni, na, ennek a tömbnek az elemének ez a típusa, és az nem lesz jó se háromszögnek, se körnek, mert bármelyik lett a kettő közül. Na mondom még egyszer, ha az igény van, hogy egy olyan típust hozzak létre, ami más típusok értéktartományának az uniója, azt úgy hívják, hogy összegtípus. Azzal, hogy ez diszjunkt uniónak számít, tehát ha például van átfedés, mert mondjuk az inteknek meg a longoknak akarod az unióját venni, mind a kettő ott van például a nulla, de típussal tudjad, hogy ha az a nulla, ami ott van az unióban, az most épp egy int nulla, vagy egy long nulla. Nem lesz ugyanaz teljesen kettő. Tehát, hogy megkülönböztethetőek legyenek az eredeti források, azt hívják összegtípusnak, a diszjunkt uniója legyen az értéktartománynak. Na, erre is van kurszó szellában, ezt meg úgy hívják, hogy trait. Ezt akkor tudjuk használni, ha egyébként ezeket a klasszokat, ezeket a másik típusokat is mi menedzseljük, amiknek az unió típusát, az összeg típusát szeretnénk legyártani. A kurszó tehát az, hogy trait, és azt mondom, hogy van egy ilyen típusom, vagy shape. Ennyi, ezzel csak mondtam azt, hogy van nekem egy típusom. Ha valaki azt várta, hogy most itt fogok megmondani, hogy ez melyiknek lesz az uniója, az egy totál logikus elképzelés lenne, de nem így zajlik, hanem úgy zajlik, ezeknek az altípusoknak, mint most a háromszög meg a kör, kell megadnom egy extens kurszóval, amit már láttunk, azt, hogy ez egy shape. És a kör, az is extens, az is egy shape. Na, ezzel elértem azt, hogy oké, van nekem egy háromszög típusom, háromszögek vannak benne, a PQR adatmezőkkel, azok pontok. Van nekem egy kör típusom, az egy szorzat típus, case class, van benne egy pont, meg egy double adatmező. És van nekem egy shape típusom, aminek megfelel minden, ami háromszög, és megfelel neki minden, ami kör, tehát akár háromszögem, akár köröm van, ezt adja vissza egy függvény, vagy bármi más, és van egy shape típusú értékem, akkor ezt bele tudom adni. Vagy ha van egy függvényem, ami egy shape típust vár, annak odaadhatok egy kört is, meg odaadhatok egy háromszöget is, az megfelel neki. Ez az, amit úgy hívnak, hogy a típusoknak egy hierarchiáját hoztam létre, és az, amit úgy szoktak lerajzolni, hogy fölül van a shape, alatta nyilván a gyereknek a háromszög is, meg a kör is be van rajzolva. Nem sokára fogunk látni egy ilyen osztálydiagramot, de a típusok hierarchiája az egy nagyon fontos és centrál történet. Így hozunk létre összegtípust a legegyszerűbben, megmondjuk az összegtípus nevét a trait kurszóval, és ha módosítatjuk ugye az osztályokat, amiknek az összegét akarjuk venni, akkor ő extendeli a shape-et, ez is extendeli a shape-et, és ezzel így létre is hoztunk egyet. Ezzel mit értünk el? Ezzel azt értünk el, hogy például tudok létrehozni egy, mit tudom, shape nevű értéket. De most nyilván megtehetem azt, hogy én azt mondom, hogy ez itt e a h lesz. De ezen a ponton nyilván az fog történni, hogy mivel a h az egy háromszög, mert azzal van létrehozva ez az érték, ezért itt tudja, hogy a H az egy háromszög, ezért a shape-re is automatikusan háromszögre fogja következtetni a típust, hogy ez már pedig egy háromszög lesz. Ilyen a shape a neve, attól még nyilván nem azt fogja gondolni, az kell a fordítója, ez csak egy shape, mert tudja róla, hogy háromszög, ha így deklarálom, de persze, hogyha én azt mondom, hogy ez legyen inkább egy shape, akkor már megy, akkor ez egy shape típusú
statikus típussal rendelkező érték lesz. Most itt ugye az van, hogy amit itt a forráskódban látok, hogy deklarálva van, innen kezdve én már erről a shape nevű értékről csak annyit tudok, hogy neki a shape típus az shape. Ez az értékadás, ez az initializer, ez simán megy, tehát ezzel nincsen gond. Egyébként itt nem történik másolás, itt sem, hanem csak az történik, hogy egy pointer, az shape, ami csak nem elemi a típus a szkálában is, mint csak valami referencia, hogy oda mutatok, nem másolás semmi. Itt ezen a ponton jött létre a memóriában, a heap memóriában, mintha mallocoltál volna egy rész, annak az adatmezőik lettek töltve, és az oda mutató pointer az, vagy nevezhetjük referenciának, mert nincs rajta aritmetika, és nem lehet null, ez a pointer az, amit megkap a H ilyenkor. De nyilván így forráskódi szinten nekünk azt mutatja, hogy ez egy háromszög, de ha nagyon césen akarod megfogalmazni, hogy ez mi lehet, akkor ez itt ilyenkor egy háromszög csillag jön létre. És itt is ez van, hogy nem másolja le az egész háromszöget, az egész shape-et, hanem csak ugyanoda mutat, mint ahol van másik referencia jávában, és ez történik, hogyha egy egyenlőségértékadást csinálsz, akkor csak a referencia lesz ugyanaz, ami azt jelenti, hogy ha ezek után módosítasz a másik, amely jávában azt lehet, akkor mind a kettő módosulni fog. És pontosan ez az, amire oda kell figyelni. Jó, szóval most, hogy ez egy shape, és csak ennyit tudunk róla, annyi hátránya van ennek a dolognak, hogy hiába háromszög ez futás időben, még ez statikusan, fordítási időben, ennek az értéknek a típusa shape. Futás közben a futás idejű típusa ennek az értéknek háromszög lesz, mert ami valójában belekerül objektum, azt meg lehet nézni, mi volt ez egy háromszög. Viszont fordítási időben emiatt neki nem lesz olyan adatmezője, hogy PQR, semmilyen adatmezője nem lesz, mert az egyiknek ugye van egy PQR adatmezője, másiknak egy PR. Hiába hívják ugyanúgy egyébként a kettőt. Még az is igaz, hogy hiába van az, hogy mind a kettőnek van egy P-je, ami egy pont, mivel ezt így a shape-ről nem mondtuk meg soha, hogy van neki egy P adatmezője, ezért innen kezdve a fordító sem tudja, és itt nem tudjuk elkérni a shape-nek a P mezőjét. Hiába van az, hogy ebből a kódból éppen látszik, hogy már pedig bármelyik, és a kettő közül van neki egy P, mivel a shape-nek nem mondtuk, hogy van ilyenje, ezért neki sincs. Na most kérdés, hogy mégis mit tudunk ezzel csinálni? Hát például ki tudjuk printelni. Tehát hogyha mondjuk megint egy nagyon egyszerű, de előbb-utóbb eljutunk addig, hogy egy kicsit komplexebb appokat építsünk. De például lehet azt csinálni, hogy azt mondom, hogy printeljünk a shape-et. Így ezt a kettőt, ez alapvetően egy unit lesz, és nem csinálunk semmi más, csak hát, ugye a printline-on mondjuk a shape-et, ezzel nincsen semmi gond. Lesz egy ilyen függvényünk, mert a printline az mindent elfogad, nem csak stringet ugye, hanem bármit ki lehet printelni, hát nem sokára meglátjuk az okát, hogy miért, de ezek szerint ugye simán lehet ezek hívni a print shape nevű metódust, akár arra a háromszögre, akár arra a körre, akár arra a shape nevű értékre, ami valójában megint csak a háromszög, és akkor ez így le fog futni, tehát hiába van az, hogy ő shape, ő háromszög, ő kör, ő shape, de azért igen, lefutott, és tényleg ki is írta a háromszöget többször is, mert ugye ez is, meg ez is ugyanaz a háromszög objektum volt, és itt a print shape K, az meg ezt a kört tolja ki. Szóval itt, amit látunk, az az, hogy ha a shape trait-et extendeli valaki, mondjuk épp egy háromszög, akkor, ha valaki egy háromszögöt be tudjuk tenni egy olyan függvénybe, ami egy shape-et vár. Tehát mivel ez a típ, ennek a típusnak altípusa lesz a háromszög, a shape-nek a háromszög, ezért ahova shape-et lehet helyettesíteni, oda egy háromszöget, meg egy kört is mindig lehet helyettesíteni, de ez nyilván csak akkor játszik, ha az extent-szel el lehet jutni fölfelé a shape-ig, a háromszögből vagy a körből. Jó. Lehet olyat is csinálni, hogy megszerezzük, hogy most akkor ez a shape, ez tulajdonképpen micsoda. Tehát lehet olyat csinálni, hogy megnézzük, hogy ami shape az bejött, az most egy háromszög, ha igen, akkor csináld ezt. Ha ez egy kör, akkor csináld azt. Ha meg valami egyéb, akkor szólja, hogy én ezt a shape-et nem ismerem.
erre is van lehetőség, ezt majd a meccs kifejezésnél meg fogjuk nézni, hogy mit is jelent. De egyelőre csak annyit szerettem volna mondani, hogy lássuk azt, hogy most már van ilyenünk, hogy szorzat típus, és van ilyenünk, hogy összeg típus, ez az, amit így hívnak, összeg típus, amikor is létrehozunk egy új típust, ami már másik típusoknak az adott tartományának a diszjunktúniójaként működik, és innen kezdve akár ilyet, akár olyat, akár amolyat, mert akármennyibe lehet nyilván tenni, meg ezt lehet hierarchikusan lefelé, főfelé is bővíteni, egy trait is extenderhet, egy traitet, azzal sincsen semmi gond. Ebből jön ki az összeg típus. És a következő adásban pedig fogunk tudni építeni az összeg meg a szorzat típusok kombinált alkalmazásával már ilyen normális adat szerkezeteket is, nem csak ilyen piciket, mint ez a pont meg a háromszög meg a kör volt, bár tény, hogy ezek is elég hasznosak tudnak lenni. Nem sokára oda érünk, addig is sziasztok!